Többek között a 2018-as esztendőt értékelték azok a bodrogközi gazdálkodók, akik ma részt vettek a Tiszakarádon megtartott szakmai fórumon. Az eseményen a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége elnöke Jakab István fő témaként kezelte a földtörvény változásait, amit még decemberben nyújtottak be az országgyűlés elé, majd fogadták el azt. Ezek ugyanis január 11-ével életbe léptek. Ezek közül egyet ki is emelt. Az első lépés az, hogy a helyi emberek ismerik, ha kik használják a földet, valóban jogszerűen, valóban megfelelnek a törvény által előírtaknak, valóban ők-e azok, akik az elővásárlási sorrendben megfelelő helyen vannak. Aki nem nyer, az eddig fordult bírósághoz, a bíróság csak azt vizsgálta, hogy az adott pillanatban mennyi föld volt a nevén, a tulajdonában. Igen ám, de azt nem vizsgálta a bíróság, hogy előtte 200 hektárt átíratott az unokája nevére, és újabb 180 hektárt pedig már meg is vásárolt. És kiderül, hogy a végén már a férfalu az ő tulajdonában van. Tehát pontosan arra figyelünk, hogy a helyi, a Területi Agrárgazdasági Bizottság tagjai, akik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bizottságaként működnek, ismerik a helyi viszonyokat, pontosan tudnak mindent, és ők tesznek javaslatot. A bíróság pedig ezt követően csak azt vizsgálhatja, hogy az érintett felek betartották a törvényeket, vagy nem. A földtörvénnyel kapcsolatos további részleteket is megismerhették a gazdálkodók. Ezzel együtt évet is értékelt Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabolyi-Zemplén megyei elnöke. Én azt gondolom, a tavalyi év egy kicsit ellentmondásos volt időjárás szempontjából is, és a termelés szempontjából is. Az időjárás elég kedvezőtlenül indult márciusban, még havat, fagyot láttunk, áprilisban pedig már megjelent a erős nyári időszak, ami ugye a magyar klíma körüli vegetációnak nem nagyon kedvez. Annak ellenére azt mondom, hogy nem rossz terméseket takarítottak be a gazdálkodók. Természetesen voltak olyan kultúrák, amik gyengében produkáltak, mintha optimális idő lett volna. De én azt gondolom, bodrog közben is elfogadható termésátlagok, minőségek születtek, és valami kis nyereséget is produkált talán a növénytermesztés. A fórum kapcsán az is elhangzott, hogy a 2019-es esztendőben elsősorban az öntözésfejlesztést támogató beruházásokat, fejlesztéseket szeretnék erősíteni itt bodrog közben is. Évszázadokon keresztül bodrog köz Zemplén élés kamarája volt. Jól tudjuk, hogy mik történtek a 60-as, 70-es években, hogy a folyó újraszabályozása, a melorizáció és egyéb problémák, különösen a rendszerváltoztatás környékén bizony visszavetette a mezőgazdasági termelés különböző fajtáit. Különösen az állattenyésztésre gondolok. Azonban bodrogköznek továbbra is megvan a szerepe. Összefogva eredményeket tudnak elérni. Mint a térség országgyűlési képviselőjén, mint korábban, most is mindent megteszek azért, hogy az itt élő, az agrárgazdaságból élők minden lehetőséget meg tudjanak ragadni, akár pályázatokkal, akár más módon. A fórumon arra is lehetőség nyílt, hogy a gazdálkodók saját észrevételeiket jelezzék a kamara és a döntéshozás felé.